Bármilyen vízenúszó tárgy a szél hatására annak irányába sodródik, vagyis hátulról fújó szélben minden halad a vizen. De a jó vitorláshajó, ha a széllel szemben nem is, de a szél irányára, akár 30-40 fokos szögben is képes haladni. A vitorláshajót a szél a vitorlákon ébredő erő hajtja. Ha a hajóval nem a széllel azonos irányban, nem hátszélben, hanem már attól eltérően próbálunk menni, akkor a szél ereje oldalra dönti a hajót. Ugyanakkor a vitorlák ívelt formája előrehajtó erőt is ébreszt. Minél jobb formájú, minél pontosabban a szél irányához állított a vitorla, és minél jobban felgyorsul a vitorlás, annál nagyobb lesz az előrehajtó erő. Ezt a hasznosítható erőt a hajó teste a rudazaton, vagyis az árbócon, az árbócokon keresztül kapja. Ez az erő önmagában még mindig csak oldalra döntené és sodorná hajót ám az alapvetően a hajótest vízben lévő alakjának és az uszonyoknak köszönhetően mégis előre halad. Az oldalra sodródást a hajó haladási irányában kicsi, ám oldalra nagy ellenállást kifejtő felületek akadályozzák. Egyszerűen mondva, az uszony egyenes állásban a teljes kormánylap és nagymértékben a hajótest vízbe merülő része is a vízre támaszkodva áll ellen az oldalirányba történő sodródásnak.